Sziasztok! Mint már egy posztban kiírtam, szeretnék egy kis karácsonyi kérdezfeleleket csinálni, úgyhogy nyugodtan írjátok ide a videó alá a kérdéseket, de kérlek legyetek kreatívak. Aki már írt kérdést a poszthoz, annak ide nem kell, onnan is fogok válogatni. Addig is pedig nézzük az egyik leghíresebb varázsló börtön történetét. Az Azkaban egy olyan erődítmény az északi tengeren, amelyet a brit varázsló közösség arra használ, hogy a törvényekkel szembe menő varázslókat és boszorkányokat oda zárják be. Azonban az Azkaban nem mindig volt börtön. A 15. században létrehozott erőd egy térképen se szerepelt, így úgy tartják, hogy mágikus eszközökkel hozhatták létre. A sziget és az erődítmény egy Ekrisdisz nevű varázsló tulajdona volt, aki megszállottan kutatta és használta a sötét varázslatokat, ezzel együtt őrültnek is tartották. Ekrisdisz egymagában élt a szigeten, és smugli tengerészeket fogott el, kínzott meg, majd megölte őket. Mikor a gonosz varázsló meghalt, a védőbíbályok eltűntek a szigetről, így a mágiügyi minisztérium tudomást szerzett a helyről. Akik oda mentek megvizsgálni az erődítményt, nem akartak arról beszélni, hogy mit találtak ott. A szigeten sok számmal megtalálható dementorok pedig a legkevésbé ijesztő dolognak számítottak. A megölhetetlen és roppant erős dementorok nagy gondot okoztak a minisztériumnak. Sokan el akarták pusztítani az egész szigetet, de mások féltek, hogy mi lesz a dementorokkal, miután megfosztják őket az otthonuktól. Az erődítményből áradó nyomorúság és fájdalom miatt az emberek nem mertek lépni az Azkaban ellen, így a hely évekig elhagyatott lett, és a dementorok otthona maradt. Miután bevezették a varázslók nemzetközi titoktartási törvényét, a városokban található kisebb börtönök működtetése túl kockázatos lett, mivel az ottani tevékenységek esetenként elég feltűnőek voltak, így a terv egy elkülönített helyen található börtön felépítése lett. Az első terv szerint a Hebridák skót szigetcsoport egyik szigetén építették volna fel a börtönt, ám az 1718-ban megválasztott Damocles Raoul, önkényes mágiaügyi miniszter, ragaszkodott az elhagyatott Azkaban használatához, mivel a dementorokban meglátta az őrök lehetőségét, ezzel időt, pénzt és életeket megtakarítva. A korábbi, Azkabantól való félelem ellenére Raoul megvalósította a tervet, így megalakult az Azkaban börtön, ami a kezdetektől fogva elég negatív kisugárzással rendelkezett, az oda kerülő foglyokat a dementorok és a hely hangulata az őrületbe kergette. 15 évvel később az akkori mágiaügyi miniszter Eldridge Diggory meglátogatta a börtönt, és rájött, hogy a foglyok szörnyű körülmények között vannak ott. Diggory egy bizottságot hozott létre, ami az Azkaban és a dementorok alternatíváit kereste, ám a szakértők elmondták a miniszternek, hogy a dementorok csak azért maradtak a szigeten, mert a foglyok lelkeivel táplálkoztak, így ha a börtön máshová kerül, a dementorok elindulnak a szárazföldek felé. Ez még jobban megrémítette a minisztert, ám mielőtt bármit elérhettek volna a börtönnel kapcsolatban, Diggory meghalt sárkányhimlőben. Nem sokkal később egy Hesfistus Gore nevű mágiaügyi miniszter felújította az egész börtönt. Ettől kezdve 300 éven keresztül egy mágiaügyi miniszter se foglalkozott az Azkaban embertelen tulajdonságaival, a legtöbben azzal érveltek, hogy a börtön kiválóan tartja ott a foglyokat. A 20. századig nem sok minden történt a szigettel és a börtönnel, az első varázslóháború alatt az aurorok sok halálfalót vittek az Azkabanba, főleg a háború végén. Ezek között volt az ifjabb Barty Cooper és a Voldemort csatlósának hit Sirius Black, akik elsőként szöktek meg a börtönből, csak épp külön-külön. Barty Cooper a szülei segítségével szökött meg, az anyja felvette a fia alakját a 100 füllé főzet segítségével, majd egészen haláláig abban a testben maradt, az ifjabb Barty Cooper pedig az apjához került. Ezt követte Sirius Black, csak ő egyedül bánt el a dementorokkal. Míg az előbbi titokban zajlott le és senki nem vette észre, addig Sirius szökése nagy port kavart a varázsvilágban, 2 évre rá pedig Voldemortnak köszönhetően a halálfalók is kitörtek. Voldemort uralma alatt az Azkaban kissé feledésbe merült, a dementorok elszaporodtak egész Nagy-Britanniában. 1998-ban Voldemort halálakor Kingsley Shacklebolt lett az új miniszter, aki végleg eltávolította a börtönből a dementorokat és aurorokat állított ki őröknek.
az új rendszer bevezetése óta egyetlen szökés sem volt. Az Azkaban sokáig a varázsvilág egyik legsötétebb, legfélelmetesebb helye volt. A dementorok negatív kisugárzása, ahogy elszívták az emberekből a jót, egy rendkívül deprimált helyé tette a szigetet, és elretett még rá egy lapáttal a tény, hogy az egész egy börtön volt, amibe akár életfogytiglan is bezárhatták az embert. A börtönnek számos híres és kevésbé ismert foglya is volt, akiket most nem szeretnék mind felsorolni, de egyértelműen fontos Sirius Black és ifjabb Barty Cooper, akik elsőként szöktek meg, valamint a többi halálfalú, akik nemhogy megszöktek a börtönből, de még önmagukban is nagy szerepet játszottak a varázsvilágban. Ilyen volt például Bellatrix Lestrange, Lucius Malfoy vagy Augustus Rookwood. Aztán vannak még az elfeledett foglyok, mint Rubeus Hagrid, Stan Shumpike vagy Percival Dumbledore. A Malfoyokon kívül az életben maradt halálfalókat Voldemort bukása után visszazárták az Azkabánba, de oda került még például Dolores Umbridge is a szörnyű tetteiért. Az ismert, eddig bezárt foglyok közül a kettő legutolsó Theodore Nutt, Harry Potter egyik volt iskolatársa, és Delphine, Voldemort nagyúr lánya. Nos, ennyi információt hoztam a brit varázslók börtönéről, remélem tetszett. Sajnálom, hogy most egy ideig nem volt videó, próbálok visszarázódni a régi kerékvágásba, és ne feledjétek, írjatok jó kis kreatív kérdéseket a videóhoz. Ha szeretnétek kifejteni a véleményeteket a videóval kapcsolatban, akkor írjatok egy kommentet, vagy nyomjátok meg a lájkot, diszlájkot. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban.